Sziasztok! Nézzünk bele a kártyákba, mit üzennek nektek. Elhoztam nektek szintén a tarot kártyáimat. Nézzük csak meg, mit kell, hogy tudjatok. Hát, az kell, hogy tudjátok, hogy a botok lovagja, ez egy nagyon szenvedélyes kártya, hogy ilyen gyorsan alakulnak a dolgok, tényleg így feldob az energia, szóval azt látom itten. Szóval nagyon erős dolgokról van itten szó közöttetek, és most megnézzük még valójában, hogy mit is üzennek a kártyák. Szóval azt üzenik tényleg, hogy valami nagyon beindult közöttetek, elindult valami, és azt látom, hogy nyugodtabb fog közöttetek lenni, és azt is látom, hogy a kilenc kelyhek az azt jelenti, hogy az öröm. Itt az öröm közöttetek, és szóval a botok királya, ez egy nagyon szenvedélyes egyéniségről van szó, és azt látom, hogy tényleg ő nagyon-nagyon spontán az jön még itt benne, hogy szóval nem tudja betervezni a dolgokat, de te vagy neki a kelyhek királynője. Szóval ezt nagyon pozitívan látom, és azt látom tényleg, hogy hát lehet, hogy a szívhercegednek, most ez tényleg úgy valami lelki bántalmai vannak, fájdalmai vannak, és most ezért pihen, azért ilyen visszahúzódott ez az egész itt közöttetek, és hát dolgozik magán, és azt látom tényleg, hogy dolgozik magán, és ki akar valamit egyenlíteni, és tényleg bezárta a szívét, mert meg szeretné a nyugalmat találni, és azt látom, hogy te vagy neki tényleg a kelyhek királynője, szóval ezt látom közöttetek, és most meg kell, hogy gyógyuljon, hogy megtalálja újra a saját erejét, hogy olyan erős legyen, ezért most gyógyítsa a sebjeit is. El fog jönni a szerencse, méghozzá a sorskereke itt van neki, szóval változni fognak a dolgok, és én azt látom, hogy az univerzum is segíteni fog neki, szóval pozitív változásokkal, és én azt látom, hogy hát ő fog neked szintén majd bókot adni, majd meglátod, és akkor kisüt a nap újra, itt van a napocska közöttetek, valamint azt látom, hogy az érmék királynője, azt látom, és azt látom szintén, hogy a kardok 8-as az olyan bezárt helyzetbe érzi magát, és az érmék királynője valamint, hogy gyorsabban, jobban fognak a dolgok alakulni, mint ahogy gondoltad, és azt látom, hogy az érmék lovagja valamint, hát ez teljesen a beteljesülést hozza neked, szóval, hogyha ő azt az eléri, hogy ő merjen lépni, hogy ő gyorsan meg tudja teremteni, ez még igen munka, ezen még dolgoznia kell, de meg egy türelem is, de hosszú téren jó lesz, és én azt látom tényleg, hogy hát ide még egy kis türelem, még tényleg türelem kell, és teljesen azt kell megtalálni, ez a 11-es azt jelenti, hogy egyensúlyba jöjjön minden, de a vonzalmat is valójában, de fél attól, hogyha odaadja magát ennek a vonzalomnak, hogy teljesen lemegy, és teljesen ez elhúzza az energiáját, azt jelenti ez. És most nézzük csak meg, mit kell még, hogy tudjatok itten, szóval. Hát ő hiányba érzi magát még irányodban, és azt látom, hogy ő most nagyon a fejével szeretné a dolgokat letisztázni. Most miért érzi magát ilyen csalódottnak? Hát úgy látom, hogy ő a lehetősége van, hogy letisztázom valamit, és hogy felismerje az értékeket, de nézzük, hogy fog ez az egész alakulni közöttetek. Nézzük csak meg. Ez a türelemre kell még, hogy visszahúzódjon, hogy megérezze azt, valamint nézzük meg az hatok
Kardok hatos, hogy mit is jelent a kardok hatos? A kardok hatos azt jelenti, hogy a hármas kelyhek, hogy ez lehet, hogy nyugodtabb lesz, ez lehet tényleg, hogy egy hármas kapcsolat, de lesz esély az érzéseket tényleg tisztázni. Remélem megtaláltad magadat ebben a kirakásban. Ha így volt, írjátok be tényleg a kommentbe, hogy hogy is élitek ti a saját helyzeteteket át. Persze ez ilyen napi kísérlés, vagy napi segítség, ilyen napi üzenetekkel, és nincsenek olyan óriási változások napról napra, de lehet, hogy pont amit most hallottál, valami megérintett. Szóval esély van, érzés van egy az egyben, és nagyon örülök, hogyha feliratkoztok, vagy ha velem tartotok, és hogyha így nektek segítek. Legyen csoda szép napotok, sziasztok!